Hát ugye mi is, itt most ki van írva, hogy Duma Színház, azon kívül. Godó, ki ez a Godó? Páz. Hát legalább van, hogy Tesco, vagy mit tudom. Ki lenni, vagy gazdaságos viccek, hő? Mindenki ilyen kék fejécsíkos pólóba. Mindenre van kész ötletünk. Hát szóval pénzért mindent lehet. A legolcsóbb poénok, igen. Hát ez... Van egy régi ismerősön, Terka néninek hívják, településen Teréz anyája volt. Jó tétemény nem nagyon fűződik a nevéhez, inkább annyi, hogy tőle loptam a következő anyagot. Ő abból élt, hogy minden jelentősebb ünnep előtt húsvét, tüdőszűrő, karácsony. Ilyen jóslással zaklatta az embereket, tehát megállította az utca, hogy adjon egy 20-ast, különben megmondom a jövőjét. És nagyon furcsa asszony volt, én arra gondoltam, hogy ha lenne egy önként jelentkező, ugye, akkor jósolnék neked tenyérből. A gyere drága, ne aggódj, a múltadról nem lesz szó. Azt tartsad, amelyiket több a gyűrű. Na hiszen. Akkor azt, jó? Mit szeretnél hallani, drága? Mindent vagy semmit? Sok örömet, boldogságot. Sok örömet, boldogságot, a jó Isten áldja meg a kezedet. Na, bátor asszony, hát akkor kezdjük. Család van, drága? Majd lesz. Nincs, de akkor szeretné, nem? Hát gyakorolni, 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 te! Na, akkor kezdjük. Hosszú boldog családi életet látok. De tényleg? Doszpot Péter rajzoljon körbe, ha hazudok. Hát ott van. Megint erőgöl. Mondok neked olyat, megáll a vonat, meglátod. Barátod? Akarod, hogy a barátod legyen? Mert oda jósolom. Hát nekem egy 50-es ér, hát odjad se neki. 86 éves korodig. 87 éves kor, 88, 89, 90, baulítsál már, meddig akarsz élni, a jóisten áldjon meg. A gyógyszeres üvegektől ne lássak ki az ablakon, hát ki fog téged még elhurcolni ilyen helyre, 80 évesen, maradjál már. Anyósom is el akart menni a jelmezbába csupaszon. Mondjuk a kutyát el nem ereztem, el is megy. Mert azt mondta, hogy nudistának öltözött. Ha mondom, attól a jelmezt még kivasalhatta volna. Na, drága! Nem rajtad rögnek, ne aggódjál, mert ezt csak én látom, érted? Reveg a kis kezem, itt egész éjszaka a centrifugán tenyerelt volna. Na, drágám! Hűséges férje, látd meg a sorsod, aki igen nagy gazdagságba kényeztet majd, míg el nem viszi a gazdasági rendőrség. Jaj, 6 szép fekete göndörfiú gyermeket látok. Mit röhögtök rajta? Egy órán belül itt vannak. Csodát tesznek veled, meglátod. Egy jó munka helyet esetleg. Mondtatok, drága, ez most akciós. Hogy beszámítom, a jutalékomat el tudom engedni. Ne aggódjál, dolgozni nem kell, megraklak igazgatónak. Na. Jó van, folytassuk. Nagy utazást látok. Ezt mondhatom, drága? Mondhatom, jó vagy. Ó, hogy mindenki danoljon a templomba, csak én feküdjek a hátamon. Ezt te vágtad oda késsel, vagy így volt születésedtől fogva? Késsel vágtad. Jó nagy hülye vagy, mert emiatt elveszíted a vonatjegyet. Most hiába látok nagy utazást. Ó, emiatt összeveszel azzal a szép szőke kékszemű uraddal, akit jósolok neked. Nem szereted a szőkét? Legyen barna. Barna nem lehet, kim van bézsbe kávéért, akkor legyen fekete az is. Na. Látok 50-ér másik nagy utazást. Na mondjad, jó van, kell? Kell, hát másik nagy utazás. Látok, amit szép boldogságba fogol eltölteni Vácot. Ja nem, te Kalocsán, mert a lányokat oda viszik. Mondjuk az egy jó nyugodt hely, ne aggódjál. Azt mondja, mi van még itt? Te mennyi van nálad? Csak úgy kérdezném, mert tudom, csak mennyit szánol rá, hogy jó híreket mondjak még. A mindebből lehet alkudni, csak nem fog sikerülni, drága. Hát akkor most mondom, hogy nagy summa pénz üti a markodat karácsonykor. Ha nem adol belőle Terka néninek, úgy elherdálod, mint a húzat. Na, egy 50-esért visszamondom, te. Ne vigyorogjál így, mint a vett malac. Na, nem kell még idadni, majd a végén, mikor adok róla áfás számlát. Mondjuk azt tudjad, 70%-os áfás vagyok, mert annyira vagyok lerokkantozva. Munkádban nagy karriert fogod befutni. Na, mit mondtam, mi? Megmondtam előre, na, vedd el a kezedet, mert még nem fizettél semmit. Karácsonykor nagy suma pénz üti a markot, de elherdálod, de ha jól leszel Terka nénihez, húsvétkor másik nagy suma pénz üti a markodat, mert Amerikában meghal a szegény Dezső bácsi, aki nagyon gazdag.
Csak úgy nézel, mint aki nem tudja, ki a Dezsőj bácsi. Momentem. Nem tudod, hát az én rokonyom. Hát a tiéd csezd meg. Meghalosz Kampec örüljének, kivehette magadnak békafingató cipőt majd. Ruganyós nadrágot, járhatol kozmálni a szoláriumba, body bidlingezni a Fritnyec klubba, te! Ha lesz lóvai szarásig, én mondom neked. Csak egyet ne felejtsél el, te! Nem az a szegény, akinek nincs, hanem akinek kéne, kapok ezer ötöt. Nem kapok ezer.